Sziasztok! A generáli közlekedés biztonsági sorozatunk következő része a követési távolságról szól. A követési távolságnál nagyon fontos, hogy megfelelően felmérjük azt, hogy milyen gyorsasággal megy az autónk, és ahhoz milyen gyorsan tudunk megállni. Természetesen a városba, ahol lassan tudunk közlekedni, ugye 50-nel kell menni, ott kisebb követési távolság elég, hiszen sokkal rövidebb az autónak a megállási távolsága, mint egy autópályán, ahol akár 130-al megyünk. Abban az esetben, hogyha nem autóval közlekedünk, hanem olyan járművel, ami legalább 7 méternél hosszabb, abban az esetben a követési távolság sokkal nagyobb, hiszen fel kell arra készülnünk, hogy esetleg egy autó megelőz minket, akinek a kressz szerint be kell, hogy férjen elénk, tehát akkor a követési távolságot kell tartanunk, hogy ő még beférjen a járművével a két jármű közé. Abban az esetben, amikor éppen előzni készülünk, természetesen meggyőződve arról, hogy nem jön senki a belső sávban, abban az esetben nem kell megtartanunk azt a követési távolságot, hiszen a járművünk gyorsul, emiatt a követési távolság megtartása miatt sokkal kisebb távolságot kell tartanunk. Vészfékezést kizárólag olyan esetekben szabad elvégezni egy járművön a forgalomban, hogyha személy vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető dolog történik, azaz például egy baleset van előttünk, és azonnal meg kell állnunk, olyan esetben természetesen szabad erősen óriási nagyot fékezni, és kell is, nehogy baleset történjen. Más esetekben viszont nem szabad ilyen manővert végeznünk, hiszen figyelni kell arra, hogy a mögöttünk lévő a forgalomban az úgy haladjon, hogy ne veszélyeztessük a közlekedés biztonságot.